Elnök úr, kollégák! Lengyelország 75 évvel ezelőtti szovjet inváziójára emlékezve történelmi tisztánlátással állapíthatjuk meg a totalitárius szovjet birodalom felelősségét a II. Világháború kirobbantásában, az igájába hajtott népek és országok kegyetlen elnyomatásában és Európa végletes megosztásában. A berlini fal 25 évvel ezelőtti lerombolása az ukrajnai válság tanulságaival együtt mementóként figyelmeztet és indít bennünket arra, hogy miképpen Ukrajna, azonképpen a moldvai köztársaság esetében is az európai egység és szolidaritás, a demokrácia, a jogállamisága, nemzeti szuverenitás, az emberi és a kisebbségi kollektív jogok európai értékközösségében és egységében keressük jövendőnk útját. A moldvai románok, oroszok és gagaúzok, valamint az ukrajnai, kárpátaljai magyarok és a krimi tatárok számára egyaránt az Egyesült Európa jelentheti a megoldást. Szavazzuk meg a társulási megállapodást! Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim! Természetesen nem szavaztam meg a Moldova társulásával kapcsolatos szerződést, nem szavazom meg a gyarmatosítás újabb állomását, a piacszerzés újabb állomását a multinacionális cégeknek, és megdöbbentő volt számomra, hogy Tőkés képviselőtársam, aki erdélyi magyar ember, azt mondja, hogy ő azért szavazza meg, mert hogy megoldást jelentene úgymond az Egyesült Európa a nemzeti közösségek számára. Nem tudtam akkor kékkártyát feltenni, mert nem voltak hajlandóak szót adni nekem, de most mondom neki is, és mindenkinek, hogy ez nem így van. Nem jelent megoldást, hiszen akkor régen már székely autonómiáról beszélhetnénk, erdélyi önrendelkezésről beszélhetnénk. Ez sem oldotta meg az úgynevezett egyesült vagy egyesülés útján lévő Európa, de nem oldotta meg a gyalázatos Benes dekrétumok ügyét a felvidéken, a mai Szlovákiában, a gyalázatos állampolgársági ügyeket, a szerb csatlakozási tárgyalások nem hozták el a délvidék autonómiáját, önrendelkezését, és Ukrajnáról bármennyit is beszélnek, soha nem szólnak a kárpátaljai magyar közösség önrendelkezési jogáról. Köszönöm szépen!